Gyakran problémát okoz az adózóknak a megbízási jogviszony adózási értelmezése. Erről beszélt a NAV baranyai sajtóreferense stábunknak. Megbízási szerződést mellérendelt felek kötik, és általában feladatorientált. A vállalkozási szerződésnél is szintén mellérendelt felek kötik ezt a szerződést, viszont ebben az esetben eredményorientáltságról beszélhetünk. Munkaviszony esetén pedig alá-fölé rendeltségi kapcsolat valósul meg. Adózási szempontból a megbízási szerződésre az jellemző, hogy a járulék fizetési kötelezettség jövedelem függő. Figyelni kell a jövedelem meghatározásánál a megbízási jogviszony esetében, mondja Barlahi Krisztina. Ebben a jogviszonyban költségelszámolásra van lehetőség a jövedelem meghatározásakor. Ez lehet tételes költségelszámolás, vagy pedig 10%-os költséghányad. A megbízási jogviszonyból származó jövedelem önálló tevékenységből származó jövedelem, ezért erre vonatkozó szabályok, illetve adókötelezettségek az irányadók. Az adókötelezettség megállapításánál figyelni kell, hogy milyen határt ér el a jövedelem. Ez alapján kell fizetni az adóhivatal felé. Ha a megbízási jogviszonyból származó jövedelem nem éri el a minimálbér 30%-át, akkor az adózó nem lesz biztosított, nem kell fizetnie 18,5% járulékot, viszont 15% személyi jövedelemadót meg kell fizetni. Abban az esetben, hogyha megbízási jogviszonyból származó jövedelem eléri vagy meghaladja a minimálbér 30%-át, akkor az adózó biztosított lesz, és fizetnie kell 18,5% TB járulékot és 15% személyi jövedelemadót. Mindkét esetben a kifizetőnek kötelessége megfizetni a 13%-os szociális hozzájárulási adót. A megbízási jogviszonynál is bejelentési kötelezettsége van az így foglalkoztatottnak a NAV-hoz. Ezt a munka megkezdése előtt adatlapon kell megtenni. A megbízási szerződés alapján kapott összeget szerepeltetni kell a személyi jövedelemadó bevallásban is, de ezekre érvényesítheti az adózó a kedvezményeket, mondta a NAV baranyai sajtóreferense.